Hon Gáborral folytatjuk tehát a Republikon kuratóriumi elnökének. Jó reggelt kívánok! Reggelt. És kezdjük ezeknek a kiszivárgó hangfelvételeknek az elemzését a végéről, mert hogy itt a bejelentkezésünk előtt úgy fogalmazott a reklám alatt beszélgettünk, hogy itt minden arról szól, hogy mondjuk, 2026 tavaszán, akár egy-két-három héttel a választások előtt a bizonytalanok miniszterelnöknek alkalmasnak látják-e majd Magyar Pétert? Ilyen szempontból ezek a felvételek mennyire súlyosak, vagy mennyire lesznek feledhetőek? Igen, én úgy látom, hogy rövid távon ez a dolog nem fogja kikezdeni Magyar Péter, tehát azok a... a a hívek, ugye tulajdonképpen két hívő látunk, tulajdonképpen hármat, mert van egy feledik még, ugye egy Urcsány Ferenc hívő tagozata, az elég kicsi, de van egy Orbán hívő tagozata, tehát nem Fideszes szavazók vannak, hanem Orbán szavazók ma már, tehát az a körülbelül két milliónyi tartósan az Orbánban, illetve a Fideszbe gondolkodó szavazó a Fidesz őrzi. És minden tevékenysége arra vonatkozik, hogy ezt megpróbálja megőrizni. Nem nekünk szól, hanem csak ennek a két millió embernek, maga az Orbáni kommunikáció is. Nem nekünk kell elhinni azt, hogy tulajdonképpen ott tartunk már, hogy Orbán nyerte meg az amerikai esetemák választását, nem is Trump, hanem, hanem ennek a két millió szavazónak. Ugyanígy van a Magyar Péter története is, hogy Magyar Péter azoknak az ellenzéki szavazóknak, akik szeretnének végre reménykedni, abban, hogy valaki megveri Orbán, ez is nagyjából egy kétmilliós kiterjedési szavazóbázis, Nekik szól magyar üzenete, és ez működik. Tehát nem hiszem az, hogy ezektől a felvételektől lekopna ebből a kétmillióból akár néhány százezernyi masszív magyar szavazó. Azt azonban hiszem, hogy a végső elszámolásnál, tehát 2026 áprilisában, amikor azt fogjuk eldönteni, és egy kicsit hasonlítani fog a magyar választás az amerikai elnökválasztáshoz, uh -huh. hogy nem pártok között választunk majd, hanem miniszterelnököt választunk. Lesz két ajánlatunk, egyik oldalon Orbán, a 11-néhány éve hatalma lévő ö, 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 megöregedett ö, hogy mondjam, popstár, akiről nagyon sok mindent tudunk, és a másik oldalon a fiatal reménység, akinek a kikezdése szerintem abból a szempontból fontos a Fidesznek, hogy ezt a fajta kormányfő képességét uh -huh. kérdőjelezze meg, hogy a történetek, amiket itt látunk építeni, arról szólnak, hogy itt ez a fiatal ember, aki valószínűleg alkalmatlan arra, mondja, ha az ember ezeket a képeket nézi, hogy ő legyen a miniszternek lábbi, ez ez az üzenet próbálódik meg eljutatni. Most a bizonytalan szavazók, akik szerintem dönteni fognak 26-ban, azok most lehet, hogy nem is figyelnek erre. Ők majd az utolsó időszakban figyelnek, és leginkább egyébként nem is erre fognak figyelni érdekes módon, hanem a saját gazdasági helyzetükre, ami viszont nem tudjuk, hogy milyen lesz 26-ban, látunk reménykedéseket, és látunk egy nagyon rossz gazdaság és köz közhelyzetet Magyarországon, bármere nézünk, azért azt most kimondhatjuk, ugye a Fidesz 2000 hatos kampánya volt, hogy rosszabbul élünk mi négy éve, most tényleg elmondhatja majd az, aki kampány volt, tényleg rosszabbul élünk mi éve. Mennyiben számítanak ezek a hangfelvételek a szervezetépítés szempontjából? Ugye a héten már több elemző elmondta azt, hogy ezek nagyon rosszul jönnek akkor, amikor valaki pont, hogy jó szakembereket szeretne a csapatába csábítani, akár lehetséges miniszterekként, akár százszat egyéni képviselőként, ugye zajlik a pályázatok leadása, és mindeközben eddig még csak egy olyan kép terjedt el, hogy itt mindenki mindenkit lehallgat, de most a tegnapi hangfelvételekkel ráadásul az is, hogy hát valaki sok mindenkit vár a csapatában, és közben azt gondolja róluk, hogy idézhetjük a részeket, hogy agyhalottak, meg politikailag alkalmatlanok, és biztos, hogy nem hagyja őket nyilatkozni tegyük hozzá, hogy ugye Magyar Péter azt mondja, hogy ezek a manipulált, vágott, szerkesztett felvételek, elbizonytalaníthatja ez azokat, akik csatlakozni akarnak. Hát ugye nagyon sokan vannak, akik csatlakozni akarnak, biztos van olyan, akit elbizonytalanít. Ugye itt egy szervezetfejlesztésnek kellene zajlani a háttérben. Ugye egy fordított történetet látunk általában, létrejön egy párt, az kiszenved magából vezetőket, az elindul a választáson. Itt van egy ember, aki körül, ugye egy, tulajdonképpen egy politikai vanmen sót látunk, ami körül szerveződik, vagy próbál meg szerveződni valamiféle pártszerű alakulat. És ebből a szempontból belül ez komoly problémákat jelenthet. Nyilván megkérdezik most a, a a Európai Uniós képviselő, hogy Péter, mondtál te ilyet tényleg rólunk? Most nyilván el lehet mondani, hogy nem. Nem tudjuk, mi van még, ugye állítólag 11 óra a felvétel van, tehát ebben még nagyon sok minden belefér, nem tudjuk, hogy ugye szinte bizonyíthatatlan, hogy ezek valódiak, ezek a felvételek, vagy nem, minden megint hitkérdés, hogy ki hiszi el, ugye eliszi el az az európai... ugye hát, egy tényt látunk, hogy valóban nem nyilatkozik más. Igen, nagyon, ez mondjuk, tény. Tehát ugye... Zoltánt, meg néha kújjalnest. Igen, szinte senkit nem lehet látni, a két urat is lényegében egyszer-kétszer láttuk a médiában, tehát ez egy egyszemélyes történet, szerintem ez tudatosan választod út, nyilván nem véletlen, és szerintem ez egészen mondjuk 2025 közepéig rendben van, de aztán föl kell mutatni a kormányzó képességet, amihez nem elég már Magyar Péter. Föl kell mutatni ezt a 106 képviselőjelöltet, ami szerintem egy döntő jelentőségű kérdés, mert ezeknek ugye be kell épülniük a helyi társadalomban, ott szembe kell helyezkedniük azzal a Fideszes képviselővel, aki adott esetben 15-20 éve képviselő volt, Korlátlan erőforrásokkal rendelkezik, ismerik az emberek, tudják, hogy ki segített is akár már nekik a napi életükben, vagy egy település életében. Ez nem olyan egyszerű, ezt nem lehet szerintem egy nyilvános pályázattal megoldani. De jó, és Ront ebben az értelemben a kérdésére válaszol, szerintem komoly roncsolást okoz az, hogyha valaki ilyen értelemben hiteltelené el, hogy ő nem tud együttműködni. Most még egyszer mondom, nem tudjuk a valósága a tényleg, ez lehet, hogy ez egy virtuális történet, amit látunk, az is lehet, hogy ez maga a, a rögvalóság. Nyilván a közvetlen környezet, ezt persze tudja, mert ők együtt dolgoznak Magyar Péterrel, de úgy tűnik, hogy a közvetlen környezet azért lojális magyarhoz, tehát nem látunk ott kiszivárgásokat. Az egy nagy kérdés, hogy találnak-e olyan embert ez az egész fideszes kommunikáció, amikor belülről szólal meg valaki, és mondjuk hitelesíti ezeket a mondatokat. Um, Mekkora a rizikó abban, hogyha mondjuk 25 közepére látnunk kell azokat az embereket, akik a kormányzó képességet alátámasztják, viszont ugye akkor még hát egy év van a választásokig, és minél több szereplés, minél több megnyilvánulás, annál nagyobb a hibázási lehetőség. Hát, de a politika, a politika, erről szól, tehát azért nem, nem, le, nem, nagyon lehet ezt megúszni. Tehát ugye ismerjük, most néztünk végig a, egy, a Trump-féle kampányt, ami egyetlen egy emberről szólt, és amiben belefelelt a orbitális nagy mondása, és ugye erről beszélt az amerikai média, hogy most ezt neke kutya húst meg cicát a, a, nem tudom milyen bevándorlók, vagy nem esznek. Tehát, Önmagában az, hogy megint magyar Péterről beszélünk mi is. Tehát ö, ö, bizonyos értelme visszaveszi magyar, akár akarja, akár nem a kommunikációs teret. Volt egy hét, amikor Orbáni volt ez a kommunikációs tér, ugye amikor Trump megérte a választást, és ide jött egész Európa vendégségbe Magyar, Orbán Viktorhoz, méghozzá az ő stadionjában, ami hát szerintem egy teljesen abszurd történet, de most nem erről beszélünk. Már Mármint, hogy miért kell egy stadionban rendezni, de most mindegy. Tehát a dolog a lényeg az, hogy Orbán megint kiszorult, tehát mintha lett volna egy olyan idő, hogy akkor most elkezdünk arról beszélni, hogy itt a világ megmentője. Most Érdekes, hogy a Fidesz kommunikáció kényszerül bele azzal, hogy magyar elővág, tehát vasárnap délután kiáll és azt mondja, hogy ti fogtok ezzel jönni, uh -huh. akkor már nem lehet megúszni, hogyha ezt tényleg akarják építeni, hogy elinduljanak. Ennek következtében Orbán Viktor meg, megint lekerül a napi uh -huh. Kicsit olyan ez, mint akkor október 23 né. előtt, ugye Orbán Balázs szövege hirtelen napvilágra. Um, ugye nagyon sok közönykutatási adat most azt mérte, hogy vagy hibahatáron belül van, vagy megelőzte a fidesz a TISZA, ugye. A Republikon is ilyet, és most frissen az ideintézet intézet is hasonló adatokkal jött ki. Az elmúlt időszakban látható események, mondjuk ez a diplomáciai dömping, mondjuk akár az amerikai elnökválasztás egyik oldal, másik oldalon a hangfelvételek, vajon a következő közvéleménykutatásokban már látszódhatnak? Ugye nem vagyunk egyikünk se jós. Tehát azt tudom mondani, hogy itt a tendenciák a fontosak, és hónapok óta azt látjuk, hogy a Fidesz stagnál, tehát tudja őrizni ezt a báziszt, és egy kicsit nő a, 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 a magyar féle, féle tiszta Én azt gondolom, most így, hát ez is egy ilyen elemző jóslat, vagy ránézés a dolog, hogy döntetlen körüli az állapot. Hozzáteszem, hogyha ez a tényleges valóság, akkor azért a Fidesz nyerne, mert döntetlennél a Fidesznek olyan töbletei, tartalékai vannak, akár a határon túli magyar szavazatok, akár a végtelen erőforrások, akár az egyéni képviselőjelöltek, ami következtében a Fidesz egy nyugodt, ha nem is kétharmados, de győzelemmel bírna. Én ezt látom most, hogy ezek a stabil szavazóbázisok meg vannak, ezek körül, körülbelül hasonlóak, nem nagyon látom azt, hogy ebben hatalmas el, elfordulások lennek. Érdekes, hogy a két véglet, egyik oldalon a 7 a vezető magyar, a másik oldalon a 10-11%-kal vezető Orbán, hogy a pártok, itt erről beszélünk, hogy ezek milyen különbözőek, de ezekre is van egyébként magyarázat, sok esetben nem az, hogy belenyúlnak a, a közönyek kutatók, hanem igazodnak a megkérdezettek is hmm. tulajdonképpen. Tudják, hogy kikérdezi őket, és igazodnak a megkérdezőnek a elvárásaihoz, vagy nem válaszolnak. Tehát furcsa dolog ez a közönyek kutatás. Azt javaslom mindenkinek, hogy tendenciákat nézen, ne a havi változás. Hon Gábor, köszönjük szépen. Én is köszönöm a lehetőséget.